tetőhajlásszög, forma, anyaghasználat. Ezeket is szabályozza Magyar Széphely arculati kézikönyve. A Lechner Tudásközpont állította össze a fiktív település kézikönyvét, amely mintaként szolgál valamennyi magyarországi település számára saját településképi arculati kézikönyvének és rendeletének a megalkotásához. Ennek 2017. december 31-e volt a határideje. A megyében az országos átlagtól megítélésem szerint jobb arányban, közel 90%-ban a települések, ahol 229-ről beszélünk, ebből 200 településnek elkészült határidőre a településképi arculati kézikönyve. Az arculati kézikönyvek a településkép védelméről szóló 2016-os törvény végrehajtását is segítik. A cél, hogy a helyi polgárok bevonásával a települések közösségei hatékonyan óvják meg egyedi környezeti kultúrájukat és fejlesszék azt. Mondta el Füleki Zsolt, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, a településképi arculati kézikönyvek megvalósításáról tartott nyíregyházi konferencián. A lakosság és a település vezetése ebbe tevékenyen bekapcsolódott. Ugye a lényege még a törvényi felhatalmazásnak is az, hogy kétszer is hangsúlyosan kell ezt társadalmiasítani, magát ezt a folyamatot, ennek a arculati kézikönyvnek a létrejöttét, a kialakulását. Ez a lényegéből fakad, hogy ha a lakosok, az ott építkezni vágyók már bekapcsolódnak az értékek felkutatásába, hogy vajon mi van a mi településünkön. A települések képének és értékeinek megőrzésében nem csak a helyi önkormányzatoknak, hanem a megyei önkormányzatnak is fontos szerepe van. A megyei önkormányzatnak szabályozási feladata ugyancsak van építésügyben, illetve települési környezetügyben, ennek a kijelölésében, a megyei rendezési tervek vonatkozásában. Ebben az évben újraalkotjuk a megyei rendezési tervet az országos rendezési terv iránymutatásainak megfelelően. Sesták Oszkár azt is elmondta, a településképi arculati kézikönyvek és rendeletek fontos kérdéseket vetnek fel a terület és településfejlesztési operatív program számos elemével összefüggésben is, mint a zöldváros program vagy a barna mezős területek fejlesztése.